Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az M Store csatornán, az én nevem Zsolt. Vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyobb lámpafényre van szükségünk, ilyen, amikor pakolunk a lakásban, esetleg tanulunk, dolgozunk vagy főzünk. Igen, de vannak olyan pillanatok, amikor inkább valamilyen hangulatvilágításra fájna a fogunk, hiszen filmezés vagy éppen vacsorázás közben nem kell, hogy minden világítson a lakásban. A mostani videóban egy olyan ledes fénycsígot mutatunk be, ami nagyon esztétikusan néz ki, rengeteg, akár 16 millió színben is képes világítani, vezérelhető okostelefonról és jól mutat a szekrények mögött vagy esetleg az íróasztal körül. Ez nem más, mint a Yeelight LED Lightstrip 1-es, ami lényegében a Yeelight Lightstrip plus egy kicsit továbbfejlesztett változata, de hasonló képességekkel rendelkezik. Lássuk tehát, hogy hogyan kell konfigurálni, és hogyan is működik ez a fénycsík. Már a dobozon is jól látható feliratok formájában, hogy rengeteg hangasszisztens támogat ez a Lightstrip 1S, ez is az egyik nagy előnye, például Apple HomeKit-et, vagy éppen Google Assistens, Samsung SmartThings-et, vagy Amazon Alexa-t is igénybe vehetjük ahhoz, hogy ezt irányítsuk. Persze ehhez majd azért be kell konfigurálni a fénycsíkot, de először nézzük meg, hogy mi van magában a csomagolásban. Két méternyi fénycsík az, amit kapunk, de lehet hosszabbítani is, összesen akár 10 méterig, tehát különböző hosszabbított oldatokat egy méteresével. Hozzá lehet csatlakoztatni ehhez a LightStream 1-hez. Ezen kívül van még egy kvázi távirányító, ami vezetékes formában működik. Amúgy a ledes szalag támogatja a gyilátnak a külön kis távirányítóját, szóval azzal is lehet vezérelni. De maradjunk ennél a kis távirányítónál, egy gombnyomással be tudjuk kapcsolni bármikor ezt a kis fénycsíkot. Ezen kívül pedig van még egy konnektorba dugható adapter is, természetesen európai átalakítóval együtt lehet megvásárolni ezt az egyes fénycsíkot. A felszerelése inkább nevezzük felhelyezésnek, nagyon egyszerű folyamat, hiszen két oldalú ragasztóval rendelkezik az a fénycsík, le kell húznunk a kis fóliát a hátuljáról, és úgy akár a TV mögé, vagy az íróasztal köré el tudjuk helyezni szépen esztétikusan, de semmiképpen se törjük meg, mert nyilván erre azért figyelni kell, illetve akár el is vághatjuk, ha rövidebbet szeretnénk, de megvannak a megfelelő jelölések arra, hogy hol lehet ezt megtenni. Ahogy a bevezetőben említettem, okostelefonos alkalmazással is vezérelhető, akár a Xiaomi Home ökoszisztémába is integrálható ez a fénycsík, de a Yilight külön applikációjával is irányítható. Vegyük az első példát, le kell töltenünk az alkalmazást vagy Androidra, vagy pedig iOS-re, utána pedig be kell jelentkezni, vagy éppen létre kell hozni egy fiókot. A párosítás folyamata nagyon egyszerű, ugye rögtön a földön látjuk azokat az eszközöket, amiket már hozzáadtunk ehhez a rendszerhez, de jobb a plusz gombra rábökve, majd az Add Device gombot megnyomva, ugyanígy meg tudjuk ezt tenni. Automatikus és fel tudja ismerni a rendszer, hogy a közelében van egy párosításra váró fénycsík, de hogyha lejjebb görgetünk, akkor a megfelelő menüpontot kiválasztva már is megtaláljuk a Lightstrip 1 est. Ahogyha még nem párosítottuk más eszközhöz, akkor rögtön működik a folyamat rendesen, ha pedig újra konfigurálnánk, akkor hogy jó hosszan, legalább egy 5-8 másodpercig nyomjuk meg a vezetékes távirányítón lévő gombot, ameddig el nem kezd pulzálni a fény. Utána pedig már nincs más dolgunk, mint egy 2,4 GHz-es hálózatot választani, megadni a szükséges jelszót, majd fölépül a nem csak az eszköz, illetve a Lightstrip között, hanem a Lightstrip valamint a Wi-Fi hálózat között is. Ha ez megtörténik, akkor el kell neveznünk, illetve meg kell adnunk, hogy hol használjuk ezt a készüléket. Ezután érkezünk meg a fő oldalra, ahol rögtön ki- és bekapcsolhatjuk magát a fénycsíkot, plusz tudjuk módosítani a fényerejét, valamint a fehér egyensúlyát is, hogyha valamilyen fehér szint választottunk ki. De van rengeteg más szín is, 16 millió színben képes világítani, így nem csak fehér, hanem kék, sárga, zöld, piros vagy esetleg lila szín is elérhető természetesen. Ez ezen kívül van még egy flow mód, ami azt jelenti, hogy különböző színátmeneteket jelenít meg a fénycsik, tehát zöldből sárgába, vagy utána sárgából a pirosba, és így tovább, egy kicsit ilyen bulisabb hangulatot tud így teremteni a lakásban. Vannak előre beállított módok is, például filmezéshez, gyártyafényes vacsorához, vagy más tevékenységhez is. Mindössze annyit kell nyomnunk, hogy az apply gombra rányomunk, és már is ehhez alkalmazkodik a fénycsik. Plusz ezen kívül azért lehet konfigurálni még egy-két dolgot, a jobb felül lévő három pontra kattintva, például be lehet az időzítőt is, hogy 15 perc után kikapcsoljon, többek között pedig még azt is megadhatjuk, hogy mikor kapcsoljon be, vagy mikor kapcsoljon ki automatikusan. És ha már automatikusan, akkor vannak automatizáló folyamatok is, hozzá lehet csatlakoztatni így a Mi Home rendszerhez. Például, hogyha a bejárati ajtónál lévő ajtónyitó szenzorunk azt érzékeli, hogy mi beléptünk a lakásba, akkor utasítja rögtön a fénycsikot arra, hogy világítson, esetleg növelje a fényerejét, vagy kikapcsoljon. A Xiaomi Home alkalmazás mellett a gyári Yeelight applikációval is tudjuk irányítani a ledes fénycsíkot, ugyanazok a funkciók érhetőek el lényegében, mint a Xiaomi Home-ban, tehát a fényerőt tudjuk módosítani a színeket, vagy éppen a hangulatvilágítást, ezen kívül pedig itt könnyebben hozzá tudjuk adni a Google Assistant szolgáltatáshoz, vagy éppen az Apple HomeKit-hez, ennek köszönhetően pedig már utána hanggal, angolul tudjuk is vezérelni, hogy kapcsolja le esetleg a fénycsíkot a rendszer. A Yeelight LED Lightstrip egy s tehát egy nagyon esztétikus és jó hangulatot teremtő ledes fénycsik, ami odaillik akár a lakás bármelyik részére. Fölhelyezhetjük ezt az ágy alá, a tévé mögé, az íróasztal köré, de máshova is igazából csak a fantázia és az esztétika e, fog határ szabni ennek. Hogyha pedig tetszik, akkor mindenképpen látogassatok el vagy az m Store üzletekbe, a Lurdi házba, a Szegede Árkádba, valamint a Debrecen fórumba, vagy pedig az m -Store webshopunkba. Én köszönöm szépen a figyelmet, nyomjatok egy lájkot a videó alá, illetve ne felejtsetek el feliratkozni sem a csatornánkra, sem pedig követni minket a Facebookon, az Instagramon, valamint a salmilife.hu blog oldalon. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!